Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Mészáros Pétert, a Pilisi Parkerdő Zrt. szófívőjét üdvözöllek. A szervusz és üdvözlöm a tévénézőket is. Ismét az erdőről fogunk beszélgetni, a természetről itt a Pilisi Parkerdő területén. Ami azért is fontos, mert a közelmódban tűzgyújtási tilalmat ö, rendeltek el, most ezzel mi a helyzet, hiszen azért jócskán esett az eső az elmúlt napokban. Ezt azért elmondhatjuk, hogy a klímaváltozás most már nem a küszöbön áll, hanem tulajdonképpen teljes mértékig benne vagyunk. És azért ezt abból is érzékeljük, hogy most nagyon-nagyon melegek voltak, aztán hirtelen lezúdult nagy, mennyis, nagy mennyiségű csapadék. Tehát szélsőségesé vált az időjárásunk. Ugye meleg rekordok dőltek, meg utána hirtelen nagyon nagy mennyiségű eső leesett. Ugye itt a németországi példák azért azt mutatják, hogy valahogy a természet mégiscsak reagál az ember okozta változásokra. És hát ezt azért mi is érzékeljük az erdőben, hiszen ugye az elmúlt időszakban a nagyon nagy melegek kapcsán ugye láttuk a fákon, a növényeken, hogy mit okoz ugye a szárasság, megindult egy kis levélhullás, és nyilván ugye maga az erdő, a fák azok védekeznek a meleg ellen méghozzá úgy, hogy ilyenkor-akkor ledobják a levelet. Ez a folyamat azért szerencsére megállt, és most hirtelen a nagy esők, ahogy beköszöntöttek, Ugye itt a növényzet is kezdte felvenni ugye a vizet, és most ugye újra zöldbe bonult minden. Kertekben is tapasztaljuk, hogy ismét ugye kizöldült a kiégett fű. Tehát a természet azért valamilyen szinten ugye korrigál ebben a dologban, viszont hosszú távon azért ott ki kell mondjuk, hogy ez biztosan nem lesz az erdő szempontjából egészséges változás indult el ugye itt a hazai um, flórát is tekintve. Különösen ugye olyan állományaink érintettek, amik a hűvös, párás klímát igényelik, kedvelik. Ugye itt elsősorban itt a fenyőkre kell gondolnunk, bár itt a parkerdő területén ugye lucfenyvessel elég kevés helyen találkozunk, hiszen ez inkább ugye a magasabb területeket kedveli, de érintett ezzel a bükk is. Ugye ő is, hogy ezeket a hűvös, párás klímát e, szereti völgyekben is e, találkozhatunk vele, és azért itt a helyét e, úgy látjuk, hogy előbb-utóbb át fogja venni majd másfafaj elsősorban, ugye a kocsánytalan tölgyek. A pirisi parkerdőnél mi erre azért készülünk fel, készültünk rá. Elsősorban ugye olyan gazdálkodási módszereket folytatunk, például mondjuk az örökerdő gazdálkodás, amiben a Védési park parkerdő azért a magyar erdőgazdálkodók között is pionír, aminek az a lényege, hogy egy adott területen többféle korú és többféle fafaj található meg. Tehát ilyen szempontból ugye dinamikus az átmenet, nincsen szükség ugye egy tarvágás utána pedig egy más fafajra történő beültetésre, hanem ugye ami elpusztul mondjuk a meleg során, annak a helyét át tudja venni mondjuk másik fafaj is. Egyébként hogyan készültök ti erre így a, a, az erdőgazdaságnál, hogy m hogyan lehet ezt modellezni előre, hogy a számokban, hogy akkor, ha most ültetem ezt a fajta fafajtát, akkor majd, nem tudom én, néhány év múlva, ha várhatóan kevesebb eső esik, akkor ő pont meg fog majd él, élni ezen a területen. Ja, a probléma az valahol ott leledzik, hogy mi azért elég hosszú távra kell, hogy előre gondolkozzunk. Ugye itt, itt száz évről beszélhetünk, akár mondjuk egy friss tölgyes esetében, vagy akár egy bükkös esetében. Nyilván ugye az elődeink még ezzel a klímaváltozással nem számoltak, azonban az erdőben zajló folyamatokat mi folyamatosan figyeljük, monitorozzuk, és nyilván ahol kell, oda be is avatkozunk. Itt ebben az örök erdőgazdálkodásban azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív történet, hogy maga az erdő az úgy tud átalakulni, hogy az erdőkép az azért ne sérüljön. Egyébként milyen más növények, hiszen akkor így el is tűnhetnek egyes növényfajták? Beszélhetünk akár erről is, igen. Tehát, hogy, hogy mit okoz a klímaváltozás itt a, a flóra szempontjából. Valóban elindult egy változás, tehát és ennek mi ugye nem látjuk a végét, hiszen azért a klímaváltozás hatásait is körülbelül egy ilyen évtizeden belül fogjuk majd azért jócskában érzékelni. Ugyanakkor azért a város környéki erdőkben is próbálunk olyan módszerekkel dolgozni, amit Pilisi Parkerdő úgy hív, hogy egyfajta városi erdő program, hogy az erdő kép, az erdő esztétikai értéke azért megmaradjon, és hát emellett azért elég fajsúlyos ö, hangsúlyt kap a maga a természetvédelem is. Azonban nem csak növények vannak az erdőben, hanem állatok is. Rájuk milyen hatással van ez a folyamatos változás? Nyilván azért itt a nagy testű állatokra, hogyha odafigyelünk, tehát akár itt a vaddisznó, az őz, a szarvas, gimszarvas, dámszarvasról beszélünk, ők is azért megsénylik ezeket az időszakokat. Ugyanakkor azért fontos azt is megjegyezni, hogy az erdőben a vízháztartásnak azért egyfajta kerete van. Itt a Pilisi Parkerdőnél mi 2008-tól kezdve folyamatosan odafigyelünk, illetve fejlesztjük az erdei kis ennek ugye az a lényege, hogy amikor ugye lezúdul egy nagy mennyiségű csapadék, az a területen vissza tudjon maradni. És ezeknek a kis tavaknak ilyenkor nagyon nagy jelentőségük van a vízháztartás szempontjából, és a vad szempontjából is, hiszen ilyenkor azért ott is tud vizet vételezni, tud inni. A másik oldalról pedig nyilván ugye egy egészséges Erdő ökoszisztémában ennek a víznek azért nagyon-nagyon fajsúlyos a szerepe, és egyik oldala ez, hogy nyilván ugye ezeket a kis tavakat fenntartjuk, a másik oldala pedig az, hogy mennyi holtfa van ugye az erdeimben, mennyi holtfát hagyunk vissza. Magának ugye a holtfának a kérdése egy kiránduló szempontjából ugye elég érdekes, hiszen azt látja, hogy mintha szemetes lenne az erdő, vagy bocsánat, nem lenne karban tartva az erdő, nagyon sok ott heverő fadarab van, mint hogyha nem pucolták volna ki őket. Ugyanakkor azért azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek a holtfának az egészséges erdőben nagyon nagy szerepe van. Hiszen ugye ahogy leindulnak, elindulnak benne a lebontó folyamatok magának, ugye a faanyagnak a szerkezete is megváltozik, szivacsossá válik, és ugye ahogy leesik az eső, egy, tényleg egy szivacsként magába tudja ugye, tartani a vizet, és amikor ugye nagy melegek vannak, akkor ebből tud párologtatni. Másik oldalról pedig ugye a holtfának nagyon nagy szerepe van abban is, hogy ugye, milyen rovarok, milyen lebontó szervezetek élnek benne. Egy álló holtfánál ugye nem kell hangsúlyoznunk azt, hogy mondjuk ott a harkály, ugye odutváj, azt más énekes madarak hasznosítani tudják, és így azért egy teljes ökoszisztémát tekintve egy sokkal jobb természetszerű erdőt lehet kezelni. A természet nem termel szemetet, nem úgy, mint mi. Ez így van. Ebből is ez a tanulság vonható le. Azonban az már gondolom, már most is jelentkezik, hogy kezd eltűnni a hosszú hótakaró térről, illetve hogy a nyári, és, vagy a, a tavasz és az őszi időszak az lerövidül, illetve átalakul, amikor ezek a kellemesebb hőmérsékletek vannak, és egyből valami szél, szélsőségesbe megyünk át. Így van, ezt abszolút érzékeljük, ugye mi is, hogy eltűnt ez a hosszabb téli időszak. Ugye az elmúlt pár évben nem igazán volt elünk, nagyon kevés volt a hótakaró, és az ilyen szempontból, a csemetéknek a védelmét, a kikelő friss újulatnak a védelmét ugye nem tudja biztosítani. Az erdő azért ennek ellenére ugye növekszik, tehát azt azért elmondhatjuk, hogy nincsen olyan nagy probléma még az erdőben, de azért tényleg hiányzik a hosszú hidegtél, különösen abban a tekintetben, hogy ez azért egyfajta biológiai szűrőként is működik. Tehát ugye a károsítók, a különböző faanyagkárosítók, levélkárosítók, különböző rovarok nem... Pusztulnak el, pusztulnak vagy akár ugye a kullancsokra is, hogyha itt szó tejtünk, ugye azok is egy ilyen hosszú hidegtélben el tudnak pusztulni. Hát most azért elmondhatjuk, hogy egyfajta gradáció beindult, tehát nagyon sok helyen találkozhatunk kullancsokkal is az erdőben. Ilyenkor ö, nektek nem feltétlenül a kullancsok miatt, de a kártevők miatt be kell avatkozni, vagy mi az a pont, amikor már be kell avatkozni? Az erdő azért nem mezőgazdasági terület, tehát itt nem csinálunk olyat, hogy lepermetezzük az egész erdőt nyilván nagyon sérülékeny ez a rendszer, és roppantul összetett. Tehát, hogyha beavatkozunk valamiféle permetezéssel így a rovarok ellen, az akár ugye más elemekre is hatással van vegyük például mondjuk éppen hogy a méheket. Ugye itt a Pirisi Parkerdő nem is olyan régen, a Fiskársz Magyarország egy közös programot indított el, aminek ugye az volt a célja, hogy például pont a méhekre oda tudjunk figyelni, emiatt itt Budakeszi határában egy jégkárosult erdőben olyan fafajokat ültettünk, ami kifejezetten ugye a méhek számára egyfajta mélegelőként tud szolgálni. Másik oldalon pedig ugye méhecske hoteleket helyeztünk, illetve kaptárokat is, egyfajta éjszakai szállásnak, megtelepedésnek. Nyilván az emberiség szempontjából azt gondolom, hogy egy roppant fontos tényező azért a méheknek a jelenléte. Ugye azért a közösségi médiában, egyéb hírportálokon már hallhatunk arról, hogy például Kínában sok esetben már ugye ecsettel az emberek porozzák be a növényeket. Azért ezt szomorú hallani, és reméljük, hogy mi nem jutunk el e, erre a pontra. Hát tevékenyen próbálunk kellene tenni, hogy azért a magyar mély állományt azért meg lehessen őrizni. Ezek a programok azért rávilágítanak erre, hogy mennyire fontosak ugye, ezek az apró termetű barátaink. De ha már az erdőjáróknál, látogatóknál tartunk, akkor az ember is közéjük tartozik. Sajnos vagy szerencsére, most attól függ, hogy milyen szempontból nézem, de most nézzünk túrázás szempontjából. Említettük a szélsőséges időjárást. Mit tegyünk akkor, hogyha hirtelen a nyakunkban szódul egy nagy mennyiségű csapadék, és ott állunk, remélhetőleg azért valami esőkabáttal felszerelkezve az erdő közepén. Hát ugye nagyon jó a felutés, mert ugye azzal kell kezdjük akkor a, a történetet, hogy mi kerüljön bele a hátizsákba, hogyha elindulunk túrázni. Nyilván egy a lábunkra kell, hogy egy jó minőségű bakancs, egy túra bakancs rákerüljön, lehetőség szerint olyan, ami vízhatlan. Tehát, hogyha az erdőbe járunk, azért olyan helyekre is akadhatunk, ahol egy vízfolyás keresztezi az utunkat, ilyenkor jó szolgálatot tesz a bakancs. Nyilván, hogyha köves területen haladunk keresztül, akkor is elengedhetetlen ez a kellék. Másik oldalról pedig tényleg azért, hogyha kirándulunk, legyen nálunk ugye megfelelő mennyiségű víz, a hátizsákba ez kerüljön bele, hogyha megszomjazunk, akkor tudjunk inni. Egy kis elemózsia, esőkabát. Tehát alapvetően azért ez is egy kelléke ugye a túrázásnak, hiszen azért most, hogy rendkívül változékony az időjárás, bármikor leszakadhat ugye egy eső, azért jó, hogyha van nálunk olyan, ami megvéd minket. Az esernyő az nem igazán az erdőbe való. Hát igen, azt célszerű máshol használni, nem a, a fák között. Vannak-e olyan területek itt a Pilisi Parkerdő területén, amik közkedvelten kiránduló helyek, de egy-egy nagyobb besőzés alkalmával nem ajánlottak? Ugye nagyon sok az a, az a terület, amit mi kezelünk, ugye itt, itt 65 ezer hektárról beszélünk, ami körülöleli a fővárost. Ha el akarjuk képzelni a területet, akkor talán egy ilyen elsőbségadás jelző háromszöget képzeljünk el, aminek a bal felső sarka az a Gerecsének a keleti részéből indul, és a Dunamenti, hogyha húzunk egy egyenes vonalat, akkor egészen 66 határáig ér a másik felső sarok, és a háromszög a minál, az pedig Dunajvárosnak a határa. Ezen a területen pedig mintegy 3 millió ember él. És számukra ugye a pilisi parkerdő erdei jelentik azt a kikapcsolódási környezetet, ahova sokszor naponta kimennek. Ennek megfelelően elég magas a parkerdőnek a látogatottsága azt hiszem joggal mondhatjuk el azt, hogy az ország leglátogatottabb erdeit kezeljük. Évente ö, több mint 25 millió alkalommal látogatnak el hozzánk, sőt, ugye a COVID ideje alatt azért azt tapasztaltuk, hogy ez meg is növekedett, olyan 25-30 százalékkal, tehát most már inkább beszélhetünk ilyen 30 millió látogatói ö, alkalomról. És nyilván erdőgazdálkodóként nekünk az a célunk, hogy ö, olyan túrázási formákat biztosítsunk, ami lehetőség szerint a természet károsítástól mentesen történhet meg ennek mentén azért ezer kilométernyi turista útvonal található a parkerdő területén, és számtalan látnivalót létesítettünk azért itt az elmúlt időszakban. Hát ugye a parkerdő már nem egy fiatal uh, cég, hiszen 1969-ben alapították, tehát azóta már jócskán eltelt 50 év, és azóta ugye számtalan fejlesztés történt, meg hát nyilván ugye a régi berendezéseinket fel is újítottuk és nem is olyan régen azért a Magyar Természetjáró Szövetséggel konzorciumban elindult egy elég nagy évű fejlesztés itt a pirisi Parkerdőben, ami többek között azt szolgálja itt, hogy itt az ezer kilométernyi turista útvonal mentén olyan berendezések kerüljenek ki, ami egy kirándulásnak nagyon jó kellékei, egy padasztal, garnitúra, egy esőbeálló, egy tűzrakóhely. Ezek mind ugye apróságok, de azt gondolom, hogy itt ezen a területen azért az, hogy egy ilyen 21. századi körülmények közé lehet most már érkezni, ez mindenképpen jó hír a turisták számára. És valóban vannak olyan helyeink, amik nagyon látogatottak, például itt a térségben mondjuk egy rámszakadék vagy egy prédikálószék. Hát most, hogyha ugye esőzésről beszélünk, akkor teljes mértékig joggal merül fel, hogy mi a helyzet ugye a rám szakadékban, hogyha valaki ide szeretne eljönni kirándulni. Mindig azért figyeljük az időjárást, hogy fog-e az nap esni eső, azért most már elég jól előrejelzi, előrejelzi ezt a meteorológia. Hiszen, hogyha nagy mennyiségű csapadék zúdul le itt a rám szakadék környékén, ugye ez egy szúrdökvölgy, van benne vízfolyás is, hát ott azért érhetnek minket kellemetlen meglepetések, tehát egy esős idő esetén nem igazán ajánlott ugye ide kirándulni. Vannak viszont más helyszínek, ahova érdemes eljutni, akár egy telgártirét, vagy akár mondjuk egy paprét környéket, de mondjuk Szentendre környékén is rengeteg lehetőség kínálkozik. De a paprét is nagyon szép, bár már régen jártam arra. Hogyha egy kicsit maradunk még így a, a felújításoknál, hogy mennyi minden újult meg, meg ö, ö, alakult át így a parkerdő területén, milyen terveitek vannak még az idei évre? Még itt a Magyar Természetjáró a konzorciumban vekop forrásokból zajló fejlesztésekről beszélünk, azért ennek még nincsen vége, hiszen itt azért az év végéig még számos fejlesztés vár ránk, és hát természetesen a turistákra is kilátót is építünk, egyik része már ugye itt nagyjából készen is van, Szentendre mentén a Bölcsőhegyen, átadásra még nem került, de reméljük, hogy erre is hamarosan sor fogunk tudni keríteni. Emellett pedig azért négy évszakos pihenőhelyeket is létesítettünk, ebből is már van olyan, ami átadásra került, például Budok Budakeszi határában. Ez egy teljesen új kínálat itt a park, hát egy teljesen új elem itt a parkerdő turisztikai kínálat, ez a négy évszakos pihenő, hiszen ugye vannak olyan családok, akik e, nem rendelkeznek kerttel. És szeretnének kimozdulni valahova az erdőben, akár családostól, akár egy nagyobb baráti társaságról beszélünk, és ott időt eltölteni, és hát ha esik az eső, ha fúj a szél, ők szeretnének ugye ott kint lenni. És hát számukra ez a lehetőség ezzel a típusú szolgáltatással most már adott. Tehát van egy jól felszerelt ház, megfelelő nagyságú közösségi térrel, ahova le lehet ülni, ahol meg lehet főzni mondjuk az ebédet, ahol a társas játékokat lehet játszani, hogyha éppen esik az eső, de olyan helyszíneken készítettük el ezeket a e, fejlesztéseket, ahonnan azért más látnivalók is megközelíthetők, például mondjuk onnan hidegvölgyből, a négy évszakos pihenőből, a Csergezán Pál kilátó, Körülbelül egy másfél órányi sétára van, és azért onnan páratlan kilátás nyílik oda a térségre. Mit lehet tudni, hova terveztek még ilyen négy évszakos pihenőt? Négy évszakos pihenőnk újul még meg majd nyerges új határában is. Emellett pedig azért természetesen itt a turistaházainkra, egyéb szállásainkra is odafigyeltünk. Különböző forrásokat próbálunk azért igénybe venni, hiszen nyilván ezek mind olyan léptékű beruházások, amik elég nagy anyagi vonzattal járnak, de szerencsére azért itt a, a kormányzatnak is van arra e, irányultsága és akarata, hogy ezek az erdei szálláshelyek megújuljanak. Így aztán, szintén Buda akkor említsük, ott Annalakon történt e, némi modernizáció, itt a karbólábnyomát az épületnek megpróbáltuk csökkenteni, hiszen most már ott az áramellátás teljes mértékig napelem rendszer látja el. Ezen kívül pedig történt ugye bővítés is, most már akár egy osztányi gyermek is megférhet ott az erdő közepén. Egyébként egy csodálatos, fantasztikus ö, környezet, onnan még közelebb van a Csergezán kilátó. Emellett pedig azért a, a Fekete-Hegyen is, a Turistaháznál is végeztünk fejlesztéseket. Eső-vizet gyűjtjük össze ugye újabb ciszternában, itt is készült napelemes fejlesztés, tehát próbálunk azért minél inkább a zöld irányba elmozdulni. Hiszen zöld erdőről beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és várunk majd még vissza újabb hírekkel ide a stúdióba. Pedig remélem, hogy minél inkább pozitív hírekkel térhetek ide-vissza. Köszönöm vendégemnek, hogy elfordta meghívásunkat. Vendégem volt Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője. Nézzünk köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!